Sziasztok! Ma is egy szériolázódást láthattok. Ma a Nightfallról, a templomosokról mesélek nektek, amelynek hamarosan jön a második évad, amiközben egy új szereplő, akit Mark Hamill alakít, és aki szintén ugyanúgy tanító jelleggel van itt jelen, mint mondjuk a 7. Bocsánat, 8. Star Wars résznél. De most még az első évadról mesélnék nektek, valószínűleg másikat meg sem fogom nézni. Ez a sorozat volt a második zászlós hajója, mondhatjuk így, a History Channel-nél. A vikingek után gondolták, hogy valami nagyot fognak húzni a 14. századi templomos lovak történettel. Mindenki azt hitte viszont, hogy ez egy valós esemény, mint feldolgozó dolog lesz, vagy a templomosokat valós realistább képben mutatja be a nevében is jelenlévő History Channel. Hogy igazán történelmi lesz és történelmi lesz, nem csak szappanopera, nem csak misztika, meg mit tudom én. Hát sajnos azt kell mondanom, leginkább a misztikum és a Szent Grál felé mentek el, illetve a tipikus ilyen szappanoparisztikus csörtékre. De mellett nagyon sokszor nagyon gyenge, például láncingeket készítettek, tehát nagyon ingadozó volt a látványvilága a sorozatnak. Az első része az hirtelen és látványosan indult, bár hozzá kell tenni, hogy a CGI az régen volt ilyen rossz a sorozatok tekintetében, mint az első rész, de viszont próbáltak tényleg egy nagyon látványos nyitányt Akreos továval megoldani, illetve bemutatni utána szépen sorjában a főbb szálakat és főbb szereplőinket. Aztán egyre rosszabb lesz sajnos a széria, egyrészt unalmassá válik, hiszen a legtöbbször csak nagyon gyengén megírt párbeszédeket fogunk hallani, vitatkozásokat, veszekedéseket, és nagyon ilyen karaktereket fogunk megismerni. Majd ezeknek a sorsa a sajnos néha ide-oda változik és elkapkodják a szálakat. Teljesen érdektelenek lesznek bizonyos karakterek számunkra. Teljesen átlátszóak lesznek a motivációk. És próbálnak egy kicsit csavart is bevinni, de ez egyszerűen nem tud elsülni, mert nem lesz nagy meglepetés. Próbálnak innen-onnan lopni dolgokat, annó úgy reklámozták a sorozatot, mint a History Channel trollok harcája, aztán a tizedébe se került, és a közelébe még 100 kilométerre se került. Úgyhogy nem igazán értettem a hasonlatokat. Ezekben nézzétek meg a harci koreográfiákat, tehát valami iszonyat gagyik, nagyon gyengék. Egyszerűen sajnálom azokat, akik ezt fogják beírni az életrajzukba. Mert aki látta, az tudja, hogy nagyon gyengék ezek a harci jelenetek. De olyan, mintha valami tényleg ilyen kis utánzat lenne csak, mondjuk úgy, mint a nemrég bemutatott utolsó királyság Last Kingdomnél, és hogy néha úgy éreztem, hogy csak gyerekek játszanának az udvarban. Viszont kiemelnék egy színész, Patrick Delaney-t, aki még talán a legjobb az évadon belül. Az ő karakter és színészjátéka volt az, ami még azt mondom, hogy szó-szó tetszett. Aztán kiemelném még egyébként a pápát alakító színészt, akit ismerhettek a Downton Abbey-ből is. És hát itt is egész jól alakít, ha nem is tökéletesen, de mondjuk sokak szerint az egyik legjobb pápa alakítás, ilyet is olvastam. Ezt azért nem mondanám, de lényeg az, hogy pozitívabb az ő szerep köre, mint amit a legtöbb mellékszereplő esetén elmondható lenne. Jim Carternek hívják a színészt, és már 70 éves. És ő volt az egyik főszereplő, ugye a Downton Abbey sorozatnak, onnan ismerhetitek. Aztán a zene, illetve a hangatások is nagyon gagyik. Látszik, érződik az alacsony költségvetés, még a hang és az audio határaim belül is, csak a fényképezés vagy a vizualitás keretein belül. Egyébként sajnálom, egy kicsit meg vagyok fázva. Plusz még az egyik fogam részéből kitört a tömés egy része, köszönhetően az ultra acélkemény panírnak, úgyhogy egy darabig nem fogok enni panírt, úgyhogy ha valami nem teljesen értetek, az részben emiatt lehet. Aztán itt van Tom Cullen, aki Landryt alakítja, és én sose szerettem ezt a színészt. Nem értem a castingot, hogy miért ilyen gyatra színészeket választottak. Vagy egy Tancredet alakító, Simon Merrows. Ilyen ismeretlen nevek, amely egyáltalán nincs gond, sőt jó, hogy színesebbé válik a színész, illetve sorozat casting paletta. Csak az a gond, amikor szart választanak, és sajnos itten sajnos higany került a szartortába, ahogy szokták ott mondani. Úgyhogy ez a higany, ez pedig egyre jobban felhígult az évad során, és amikor próbálták kibontani a szálakat a különböző karaktereknél, ahogy próbálták megismertetni a különböző karaktereket,
egyre csak gányabb, egyre csak kínosabb lett az egész. Leginkább én igen, nem csak a forgatókönyv, hanem a gyatra párbeszédek az oka ennek, vagy például az, hogy milyen hiteltelen sokszor, mint mondtam, a harci koreográfia, vagy egyszerűen a misztikus oldalra való lépés döntése. Ugyanúgy, mint a vikingek negyedik évadánál eltértek teljesen a misztikum irányába, mert korábban is voltak furcsa helyzetek, de ez már teljesen úgy lett. Itt már az első évadnál elkezdik ezt csinálni a Szent Grálszal. Aztán a rendezés is annyira iparos és átlagos. Én nem tudom, hogy itt se a castingnál, se a rendezésnél már nem figyeltek. Ez szóval őrület tényleg, hogy félre tudnak castingolni bizonyos esetekbe, de hogy még a rendezőket is félre választják ki, az a legnagyobb hiba, hiszen egy sorozatnál egy adott rész sikerét sokszor leginkább a rendező adja. És hogyha azt elcseszik, akkor nagyon sok mindent elcsesznek is, Douglas McKinnon példának okáért. Sajnos, hiába rendezett elég sok sorozatot, be a Sherlock egy-két részét, pont nem a legjobbakat, az Outlander jó pár részét, a Néma szemtanút is lehetne sorolni. Ezek általában vagy csekély sikerű sorozatok, vagy olyan sorozatok gyenge részei, amik amúgy egész jók. Úgyhogy sajnos nem volt jó a háttere, azt kell mondanom. És ez itt a templomosoknál is látszik, hogy egyszerűen nem jó választás volt. Aztán még annyit mondanék el, hogy hogyan próbálták a marketingelni. Egyrészt próbálták, hogy az ő saját HBO minőségű trónokharca pótlékuk lesz a sorozat. Próbálták hasonlítani a vikingekhez, a durvaságban. Próbálták hasonlítani a Spartacusban, a merészségben, meg a bátorságban, hogy miket mernek megmutatni, de ezek tekintetében sem látok nagyon sok párhuzamot. Csak azt, hogy mindegyikben talán gyengébb minden egyes ilyen jellemzőjében, mint az említett sorozatok. Aztán azt is láthatjuk, hogy a makettek elépítése eléggé kis volumenű volt. Itt is látszik a kisebb költségvetés, hogy nem nagyban mertek gondolkodni, hanem kicsiben. Pedig a vikingek viszonylag nagy sikere után, mondjuk most rá jó pár évvel óta lejtmenetben van nézettségben, lehetne pénzük akkor is, hogy egy új zászlós hajós sorozatot is felöleljenek. De itt nem látszik az a pénzmennyiség, ami mondjuk a vikingek első néhány évben áll, vagy az az ötletesség, amelyel pótolni lehet a kevés költségvetést, ami az első néhány viking évvel benne volt, próbáltak realistában megmutatni a vikingeket, a háttér és kultúrtörténetüket, és a különböző jellemzőiket. Próbálták nagyon jó párbeszédekkel, érdekesebb karakterekkel és jó színész választásokkal, még hogyha az modell is volt, mint ugye a Ragnar itt a színész, de jól választottak. Itt ezek a csiráját nem sem látom. És ez hosszú távon mutatja még igazából a fogafehérjét az évadban, nem csak az első résznél, hanem egyre jobban érződik ez csak, ahogy mentek előre az évadban. Úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt így csinálták meg. Ez van, most a második évaddal nem tudom, hogy mit fognak majd tenni. Csodálom, hogy elkészült, mert az első évad hatalmas kritikai negatívum volt, és nem csak kritikai, hanem nézettségek is folyamatosan nagyon esett a nézettsége. Ezért sokan meg is lepődtek, hogy úgy gondolták, hogy folytatni fogják, és ennek ellenére még Mark Hamillt is sikerült megszerezni. Mondjuk azt a Mark Hamillt, azt tegyük hozzá, aki a Star Wars-on kívül nagyon sok mindent, Joker szinkronján kívül nem nyújtott az elmúlt évtizedekben. Nehogy az legyen ez az a második évad is Mark Hamill számára. Mert a legtöbb sajnos idézőre kivénhet, mert már nem használt színész sorsa, hogy megint csak egy plusz pénz, egy fizetésforrásként tekintett rá. A kiadott teaser alapján nem nagyon erőltette meg magát, azt kell mondanom. Meglátjuk. Én nem fogom megnézni a második évadot, nagy valószínűség szerint, de esetleg egy-két jelenetet majd Mark Hamill-en azért megnézek belőle. De nem várok tőle sokat, ahogy a legtöbb néző sem, gondolom az első évad után. Azt hozzá kell tenni, hogy a History Channel sokkal nagyobb sikert várt annál, mint amit ugye kapott az első évadnál, és ez a siker, ez ugye közel sem érkezett el. Hogy ilyen most, aztán most nem is tudom, március, április felé jön, valahogy, vagy most február, nem is tudom pontosan mikor érkezik a második évad, mindesetre nagyon nagy sorozatok jognak jönni, ilyen az American Horror Story, vagy bocsánat, American Horror Story, hanem az amerikai istenek második évada, jön a trónok harca. Most tavasszal elég veszélyes ugye, ezt a második évadot berakni. Egy olyan második évadot, amelyet tényleg az egyik legnagyobb. Egyik is akkor számára csalódás keltő első évad hozott, hiszen ennél többet vártuk. Én is vártam a templomos témát. Ugyanúgy, mint a viking témát, egy olyan témának tartottam nagyon sokáig, amelyeket ritkán használtak. És már rég ritkábban alkottak meg jól.
Épp ezért volt hatalmas csalódás, amikor láttam az eredményt. Egyébként teljesen hivatalos dátumban mutatja, tehát még nincs a második évadnak. De nem is csodálkozom, szerintem megvárják, még a nagyobb sorozatok elmennek, és utána berakják egy ilyen holt szezonba. Máshol nagy esélyük nem lehet arra, hogy tartsák ki legalább csak az első évad nézettségi adatait. Ennyit akartam mondani, egy összes egy 30%-ot az évadnak. Búcsúzom tőletek, sziasztok!